Köszöntöm nézőnket, köszöntöm a stúdióban Szepesi Tibor polgármester urat, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, jó napot kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket. Sokakat érint a közrend a városban, és sokan is érdeklődnek mindig ez iránt, hogy hogyan is állunk. Kapitány úrnak volt egy beszámolója, erről néhány mondatban tájékoztassuk nézőinket. Valóban minden évben téma és napirend a Városi Rendőrkapitányság beszámolója, hiszen érdekli a képviselőtestületet és természetesen a város lakosságát is az, hogy milyen a közbiztonság, a közrend helyzete a városban. Egy kicsit szokványos módon került most bemutatásra, hiszen eddig mindig csak egy leírt száraz anyagot kapott a képviselőtestület, több oldalon keresztül részletesen leírva természetesen az elért eredmények és az a munka, amelyet elvégzett a rendőrkapitányság állománya az elmúlt évben. Most azonban egy hagyományteremtő, remélem hagyományteremtő módon került bemutatásra, hiszen több lépcsőben kerül gyakorlatilag megtárgyalásra. Ez az anyag először a rendőrkapitányság épületében, egy állománygyűlés keretében került bemutatásra és értékelésre gyakorlatilag azok a állomány előtt, akik ezt a munkát végzik. Én is kaptam meghívást erre az állománygyűlésre, ahol megyei főkapitány úrral együtt hallgattuk végig a kapitány úr előadását. És akkor gondoltam azt, hogy valóban egy ilyen kivetítős és részletesen elmagyarázott, szakmailag alátámasztott beszámoló nagyon jó lenne, hogyha bekerülne a képviselőtestület elé. Először bizottságülések tárgyalják, tehát ott tudta bemutatni kapitány úr az elkészített anyagot, aztán pedig a képviselőtestület előtt. Én úgy tudom, és talán már láttam is, ha jól emlékszem, hogy a Városi Televízió is le tudja adni ezt az anyagot, tehát gyakorlatilag mindenki megismerheti ennek a vetítésnek a részleteit. Ahogyan mondtam, nagyon részletes és nagyon pontos az az értékelés, az a pontos helyzetelemzés, amellyel kapitány úr az előző évekhez és a 2010-es bázis évhez viszonyította a jelenlegi helyzetet. És azt kell mondanom, hogy a körülményekhez képest jól állunk, hiszen folyamatosan javulnak azok a mutatók, amelyek a rendőrség munkáját jellemzik. Sajnálatos módon nőtt egy-két esetben a bűnelkövetések száma, ami viszont pozitívum, hogy a felderített bűnesetek száma, tehát ahol elfogásra kerül a tettes, ahol sikerül eredményt elérni a nyomozásban, ezeknek a száma viszont fokozatosan nő, sőt van olyan ága a bűnmegelőzésnek, illetve a nyomozati szakasznak, ahol szinte 100%-os eredményt tud a Városi Rendőrkapitányság fölmutatni. Ami még talán kiemelendő, az a bűnmegelőzési szakasz, és itt elsősorban az ittas vezetés, amelyre kapitány úr is kitért, és amely azt gondolom, hogy nagyban érinti, vagy érintheti a települést, hiszen rengetegen közlekednek az utakon, megnőtt a gépjárműforgalom, ugye erről már nagyon sokat beszéltünk. Nyilván ezzel együtt a koccanásos balesetek, akár az ittas vezetés száma is nőhet, de nem nőtt. Tehát köszönhetően annak a nagyon szigorú ellenőrzési rendszernek, amely bevezetésre került országosan és kiemelten és fokozottan megyei kapitány úr kérésére a megyében és Karcagon is, ez eredményre vezetett, tehát nagyon kevesen nyúlnak ma már úgy alkoholhoz, hogy utána gépjárművet vezetnek. Én köszönöm ezt is mindenkinek, hiszen nem csak a bűnmegelőzés és a rendőrség munkája az, ami fontos ebből a szempontból, hanem az a jogszabály követés is, amellyel segíthetjük egymás életét, és természetesen segíthetjük a rendőrség munkáját is. Úgyhogy valóban egy nagyon szép és értékes beszámolót kapott a képviselőtestület, és ahogyan ott is megfogalmazta valamennyi képviselő, köszönjük a rendőrség, a rendőrkapitányság, az állomány valamennyi tagjának azt a munkát, amelyet az elmúlt évben végeztek. Én bízom abban, hogy hasonló módon fogják, és hasonló agilitással és odafigyeléssel fogják végezni a 2023-24-es is, 24-es évben is munkájukat, és bízom abban, hogy az a fajta módszer, az a fajta odafigyelés és az a fajta rendszeresség, amelyel ők dolgoznak, az további eredményeket fog produkálni a városban.
Azt gondolom azért a kapitányság és az önkormányzat szorosabb összefogására az is jellemző, hogy nagyon sok térfigyelő kamera van már városunkban, és egyre inkább igyekszik az önkormányzat ezt fejleszteni. Természetesen, ahogyan mondtam is, ugye egyrészt a jogkövető magatartás, ami a legfontosabb ebből a szempontból, de ehhez hozzátartozik az is, hogy a rendőrség munkáját minden szervezet, civil szervezet, önkormányzati intézmény és más fenntartású intézmények is próbálják segíteni, és ezek az együttműködések is azt hivatottak szolgálni, hogy egyre jobb és egyre biztonságosabb legyen a település. Ahogyan elmondta kapitány úr is, hiszen ő is megköszönte, mind az önkormányzat, mind az önkormányzati intézmények, gondolok itt akár az egészségügyi intézményekre, a szociális intézményekre, vagy a mezőőrségre, ezeknek a szakembereknek a munkáját, hiszen nem csak a napi egyeztetések a fontosak, hanem az a fajta munka is, az a prevenciós munka, amely akár közlekedésbiztonság területén is, ha éppen ezt említem, amely az oktatási intézményekben folyik. Tehát ez egy ilyen nagy globális képet mutat az együttműködések vonalán. Úgyhogy igen, a kamerák. Nagyon sok kamera került felszerelésre, tervezzük további kamerák elhelyezését, hiszen erre most éppen nem tért ki kapitány úr, de az előző években hallottuk a beszámolóiban, hogy nagyon sok bűncselekményt a kamera képein keresztül, a kamera felvételekkel sikerült felderíteniük, és sikerült olyan szakaszba állítani, hogy akár vádemelés is történt ezeknek a videófelvételeknek a felhasználásával. Tervezzük további kamerák elhelyezését. Ugye elsősorban a közlekedésbiztonság, a vagyonbiztonság az, amely elsődleges, hiszen nagyon sok fejlesztés történik a településen, nagyon sok olyan közlekedésbiztonsági fejlesztés is, amelyet nem árt azért kamerával figyelni, és amely hát nyilvánvalóan, ahogy mondtam is, segíti a rendőrség munkáját.